A Micsoda Nők voltak podcast támogatója az Avon Magyarország, akik már több mint 135 éve támogatják a nők önmegvalósítását, szépségét, vállalkozói szellemét és jólétét, mert hisznek abban, hogy ha a világ jobb hely lesz a nők számára, az mindenkinek egy jobb világot jelent. Nők. De micsoda nők? Nők, akik maradandót alkottak. Nők, akik beírták magukat a történelembe. Nők, akiknek nem volt egyszerű életük. Nők, akik nem adták fel. Nők, akik nem érték be az elég jóval. Nők, akik nem törődtek bele a nembe és a nemüknek szánt sorsba. Nők, akik változást hoztak. Nők. De micsoda nők. Micsoda nők voltak. Az Éva magazin podcast műsora. Budai Lottival és Zubor 15. rész Ugonnai Vilma. Egyfelől egy nagyon nagy intellektussal és elképesztő mennyiségű energiával és tetvágyal született nő volt, tehát hogy neki lételeme volt az, hogy valamit tegyen és hasznossá tegye magát. Vannak ilyen következményei, hogy egy nő mondjuk úgy szül gyermeket, vagy éppen egy olyan élethelyzetben és korban szül gyermeket, amikor ez mondjuk neki nem dolga, vagy nem arra vinne egyébként az útja. 18 évesen szült ezt a gyereket, egy olyan korban, ahol a nőknek semmiféle kontrolljuk nem volt a saját reprodukciós lehetőségeik fölött, mert magyarán akkor szült, amikor őt egy nő férfi teherbejtette. Nagyon találóan írta még az egyik cikk, jövően ezt idézem, a lélekre és a testre ártalmas munkát sohasem tiltották az asszonyoknak, csak ami intelligenciát, tehát intelligenciát követel és jó létet adhat, azt tartják a férfiak a nőkre ártalmasnak hogy ő ezt is. Neki is ez volt az egyik fő indoka, hogy hello, mi miért dolgozhatnánk és tanulhatnánk, nektek és egyszerűen a pozíciótokat féltitek és az irítség. Jó volt az első magyar orvosnő, aki a Zürichben szerzett diplomáját 25 éven keresztül próbálta itthon honosítatni egy nagyon kemény munkárán amit végül sikerült is neki, és hát ha ezt így elmondjuk, akkor erre biztos, hogy nincs olyan emberek, de az lenne az reakció, hogy hú, hát ez egy hatalmas teljesítmény és egy nagyon nagy, kemény munka és küzdelem el mögötte, de az, hogy megértsük, hogy ez mekkora teljesítmény volt tényleg, és mennyire kemény volt ez a küzdelem, az egy kicsit jobban bele kell menni egyrészt az ő életébe, és másrészt meg abba a korba, amiben ezt így megvalósított, ő 1872-ben ment ugye egyetemre. Tök nehéz egyébként, hogy nagyon mosolygunk az egyik téma miatt, és a másik miatt meg majd nagyon nem fogunk mosolyogni, de hogy egy eléggé pozitív, meg boldog bejelentéssel szeretnénk kezdeni ezt az adást, mert hogy valamit csinálunk közösen. Mit csinálunk közösen, Lotti? Hát így összedugjuk a fejünket, és arra gondoltunk, hogy a szakmai tapasztalatainkat és talentumainkat összeragva egy új projektbe kezdünk, a Micsoda Nők voltak podcast mellett, és hát tekintve, hogy mind a kettőnk életében nagy szerepet játszik az írás, nem fogtok meglepődni, hogy ez egy könyv lesz, aminek a címe, mondd el nyugodtan te. Micsoda Anyák voltak, és az jutott eszembe, hogy nekem megvannak ilyen pillanatok az életemben, amikre úgy nagyon emlékszem. Mm -hmm és a, így, így tudod így a belülről, és tök megvan az a pillanat, amikor azt válaszolod vissza, hogy uh -huh. tényleg, Írj, miért nem írunk erről egy könyvet? <laughs> és hogy nem tudom, egy ilyen délután volt, amikor nem tudom, éppen a Fridát szoptattam, vagy altattam, vagy valami ilyesmi volt, és akkor így beszélgettünk valamelyik nő kapcsán, így az anyasságra, uh -huh. hogy milyen érdekesek ezek a nők, nyilván önmagukban, mint nők, meg nő nőtörténetek, uh -huh. de hogy az anyasság részük sok esetben, hogy, hogy bizonyos dolgok hogyan éltek meg, mint anya. És akkor valami olyasmi volt, hogy mondtam neked, hogy fú, hogyha majd egyszer így az anyákról írsz könyvet, akkor szóljál, már, és akkor így viccből dobtam be, hogy majd szóljál, mert és akkor abban szívesen segítek társszerzőként. És akkor így emlékszem, hogy visszaírtad, hogy jó, hát egy egy egyébként miért nem írunk közösen egy könyvet? <laughs> Úgyhogy ez, ez ilyen Csodálatos tud lenni, amikor egy-egy álom vagy terv valóra válik, ugyanis amúgy a könyv az már el is, elő is jegyezhet, hogyha rákerestek könyvkereskedők oldalán, például a bookline oldalán, hogyha előjegyzitek, akkor majd amúgy 25%-os kedvezménnyel tudjátok megvásárolni, ha megjelenik. Ha pedig valaki most ezt a részt akkor hallgatja, amikor már megjelent október 19 után, akkor, akkor meg is tudja venni. Hogy egy kis reklámot is belevigyek, de hát ugye Zubor Rozi, Budailati micsoda anyák voltak, itt találjátok meg. Ja, és azt el kell mondani, hogy egyébként szerepelnek benne olyan nők, egy pár, akit már uh, itt feldolgoztunk. Például sisi nek a gyerekeihez való viszonyát is terjeljük. Lady Diana-nál is ugyanez megvan, de például olyan újdonságok lesznek benne, mint mondjuk Josephine Baker vagy Marie Curie, akiknek egyébként uh, tényleg nagyon érdekes története van a saját anyus, anyaságukkal kapcsolatban, illetve azt, azt én még nagyon fontosnak tartanám elmondani, hogy itt nem valamilyen szuperbumenek, szupermaderők, történelmi bezzeganyák gyűjteményét kap majd az érdeklődő a kezébe, tehát, hogy itt nem arról van hogy ezek a übersikeres nők milyen csodálatosan megvalósították azt a, azt a munkamagánélet amire mindenki törekszik, de úgy látom, hogy valami olyasmit vár el magát, ami egyébként is lehetetlen azt, hogy ők ezeket a problémákat hogy oldották meg, az mindegyiküknél egy egyedi történet, és, és, hát sokuknál egyébként visszaköszön nem csak az a kor, amiben éltek, hanem a személyes történetük is abban, hogy hogyan viszonyultak a saját gyerekeikhez, milyen kötődési mintákat alakítottak ki, milyen családi hiedelmeket vittek tovább, milyen traumákat dolgoztak fel, és milyeneket nem. Úgyhogy ez mindenképpen egy, egy érdekes anyaságtörténet is lesz egyben, azt hiszem. Nagyon, és ugye, amikor azt fölvesszük, akkor már pár napja a közösségi médiában már megosztottuk ezt a hírt, és nagyon-nagyon sokan írtak, hogy úristen, milyen jó, és hogy, hogy ugye, ami miatt mi is belevágtunk ebbe, hogy, hogy, így még senki nem közelítette meg ezeket a nőket, és nagyon-nagyon érdekes. Én, én magam még nagyon a kutató munka elején járok, és azt fontos így elmondani, hogy, hogy azért is ez egy ilyen nagyon különleges momentum az életemnek, mert hogy ez az első könyv, ami majd rajta lesz a nevem, és nem ajánlót írok, mert olyan már volt, de hogy ténylegesen, hogy magát a könyvet is én írom, és, és az, hogy veled, ez, ez, ez nekem egy nagyon-nagyon-nagyon nagy is dolog, rozé. és egy nagyon ö, magas létre is, vagy, Jaj, vagy magas lét most is. egy rész Egyrészt, másrészt, meg, ezzel egyetemben nagyon húz, hogy, hogy, hogy tényleg egy, egy, olyan, olyan dolgot kell itt hozni, ami, ami, ami nem akármilyen, és hogy tényleg nem, nem futottam, nem nagyon egy-két cikket találni a nőknek, akikről beszélünk uh -huh. így az anyaságáról, de hogy szerintem annyira mélyen, meg így könyvformájában összefoglalva, itthon legalábbis nem találtam ilyet, úgyhogy Úgyhogy tényleg okay, valami nagyon, nagyon különlegesbe kezdtünk lesz. bele. Megimádunk együtt dolgozni, erre rájöttünk elég hamar, úgyhogy pláne Igen. nagyon élvezzük. Igen, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked, én hogy nekünk. elindítottál ezen az úton. <laughs> És most, hogy így ki magunkat, <laughs> most jön az, hogy az egyik szemem sír, a másik nevet, vagyis hát fordítva, az egyik szemem nevet, a másik sír, mert hogy én még tegnap is bőgtem, amikor így és nem úgy kezdem az adást, hogy sírni fogok, de hogy hogy, 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 hogy na, szóval ő vele be, belenyúltunk. Bele Mindenkinél belenyúlunk, meg mindenki mögött egy nagyon durva történet van, de hogy, hogy szerintem ez most egy ilyen-olyan adás lesz, meg most ez egy olyan nő történet lesz, akinek mindannyian hálásak lehetünk, akik most élünk, és akinek a nevét az én lányaim nagyon meg fogják tanulni, mert hogy nagyon-nagyon hálásak lehetnek szerintem a jelenkor és a jövőkor ö, lányai, női, gyerekei, anyái, mindenki hugonai Vilmának, mert hogy nagyon-nagyon nem semmi, amit ő tett az asztalra. Igen, ez így van, és ezt egyébként egyre többen tudják, hogy ö, mi az ő élet mert azért a Hugonai Vilma név egyre inkább közszájon forog. Nem tudom mennek, mi egyébként az oka, vagy az, hogy egyébként is ö, ö, egyre inkább előttérbe kerülnek ilyen témák, vagy az, hogy most lesz a halálának a századik évfordulója, de hogy egyre több cikk foglalkozik az életével, sőt most már egy teret is neveztek el róla. És amúgy ez az a történet, ami, ha így, amit hogyha egy mondatban akarunk összefoglalni, és a mi mondatot mondjuk egyre többen tudnak róla, hogy ő volt az első magyar orvosnő, aki a Zürichben szerzett diplomáját, 25 éven keresztül próbálta itthon honosítatni egy nagyon kemény munkárán, amit végül sikerült is neki. És hát, ha ezt így elmondjuk, akkor erre biztos, hogy nincs olyan ember, az lenne az reakció, hogy hú, hát ez egy hatalmas teljesítmény, és egy nagyon nagy kemény munka, és küzdelem mögötte de az, hogy megértsük, hogy ez mekkora teljesítmény volt tényleg, és mennyire kemény volt ez a küzdelem, ahhoz egy kicsit jobban bele kell menni, egyrészt az ő életébe, és másrészt meg abba a korba, amiben ezt így megvalósított, ő 1872-ben ment ugye egyetemre. És most csak így, hogy egy kicsit így beleugorva a közepébe csak egy ilyen zanzát adjak erről a nehézségről, mondjuk így minden nő, és képzelj el, minket hallgat, vagy férfi, hogy mondjuk hét évig jár egy egyetemre, aztán közlik vele, hogy bocs, de nekünk ez a papír, ez babatkát sem ér, hogy szépen fogalmazzak, és ha gyógyítani akarsz, akkor dolgozzál bába, ké... de előbb még tedd le az érettségi vizsgát, mert hogy itt volt egy olyan trükk, hogy Zürichbe felvették a nőket érettségi vizsga mert hogy itthon Magyarországon nem is volt még neki érettségi. De érettségi nélkül meg senki nem kaphat diplomát, szóval először elküldték érettségizni, majd, amik, majd aztán közölték, hogy bocs, de nem, még mindig nem kaphatsz itthon diplomát, és amikor potom még húsz évvel később elhárultak a jogi akadályok, akkor közölték vele, hogy jó, akkor most itt a 20 éves tapasztalatoddal, meg a diplomáddal még mennyire el szigorlatozni a 20 Ilyen. éves hallgatók közé, és hogy ő ezt is így mindet végigcsinálta, meg lenyelte, és tűrte, mert neki az volt a célja, hogy ő itt Magyarországon akar betegeket gyógyítani, és ezt úgy keresztül vitt, és nem mutatott be mindenkinek, hogy bocsánat, én akkor megyek külföldre, ahol már egyébként nem sok, de nem nagy számban, de már praktizáltak női orvosok. Kapott is egyébként Svájcba egy olyan felkérés közvetlenül azután, hogy megkapta a diplomáját, de ott is azt mondta, hogy nem, én otthon akarok gyógyítani. És azért is felvetődik a kérdés, hogy ehhez a 25 évnyi, majdhogy nem folyamatos küzdelemhez honnan vette ő ezt a rengeteg erőt. És én így a saját élet történetében Huganai Vilmának találtam is félig meddig magyarázatot, bár nem teljesen kielégítő. Biztos, hogy van ennek köze az élet történetéhez, de valószínűleg egyébként ezzel is született. Tehát egy hatalmas akarással és kitartással, hogy a magánéletében milyen hatások érheték azt azért is nehéz egyébként feltérképezni, mert kevés életrajzi jellegű írás maradt utána. Megmaradtak egyébként a Szemmelweis Orvostudományi Múzeumnak a levéltárában. Ma is megvannak egyébként a a, a betegnaplói vagy az orvosi naplói. Ezt egyébként Szécsi Noémi fel is dolgozta a Lányok Asszonyok aranykönyvében, amiben egy ilyen nagyon nagy hozzáadott értéke ez a kézirat, vagy hát naplógyűjtemény, mivel nagyon sok nő fordult hozzá maga problémájával. De ezentúl menően nagyon kevés olyan önéletrajzi írás maradt meg róla, ahol ő mondjuk személyesebb témákról beszél. Találtam egyébként például egy Gulyás Pál egyetemi tanárhoz írt önéletrajzi levelet, ami egyébként hol egyes szem első szemébe fogalmaz, hol harmadikba, meg így látszik, hogy ilyen vázlatos is maradt, de egyébként ezt meg lehet találni a, a neten, illetve találtam egy ilyen újságadat bázis gyűjteményben egy olyan interjút, amit a visszavonulásra alkalmából adott, és azért még onnan derül ki azért egy-két részlet az életéről de amit tudunk, hogy ez 1800 évén született nem sokkal a 48-as forradalom kitörése előtt, egy grófi családba, ötödik gyermeknek, és hát ennek megfelelően olyan volt az élete, vagy hát a gyerekkora, ami ennek el is képzeljük, ugye cselédektől körül egy viszonylag kényes, kényelmes életmód. A családnak egyébként az életét elég hamar volt, hogy az anyának TBC-je volt a családban, és aki egyébként egy nagyon művelt és intelligens nő volt, és mint ilyen tudta, hogy a TBC nagyon fertőző, ezért távol tartotta magától a gyermekeit, tehát ugye nagyon testközelben hosszú évekenet nem is engedte őket, és ugye miért egyébként sokat járt orvos is a házhoz, tehát hogy van, aki nem tudunk erről sem semmit, hogy mondjuk ez inspirálta az orvosi pályára a kislány Vilmát, de úgy gondoljuk, hogy azért ennek van ehhez köze meg arra is van forrás, hogy mondjuk már kislány korábbi is az egyik kedvenc játéka a kórházas volt, hogy gyógyította a babáit, meg a, a plüs játékait, de ami igazán szerintem egy nagyon lényeges fordulat az életébe, hogy ahogyan ezt tőle elvárták, elég hamar férjhez ment, őt ugye, a, ami kevés ő, hivatalos oktatás az ő osztályába tartozó hölgyeknek akkor rendelkezésre állt, ezt tőle is végezte, Budapestre járt egy leánynevelébe, ahol volt egy Máriási Fruzsina nevű barátnője, aki meghívta magukhoz a Pándi kastélyba. Szintén egy ősi nemesi családnak a voltak a leszármazotté, ahol bemutatta ez a lány a saját nagybátyjának, a nála 20 évvel idősebb Szilasi Györgynek aki 16 évesen jegyezte le egyébként Hugonai Vilmát, de állítólag az ő kérésére vártak a 18 éves születésnapjaig a házassággal. És ebben a két évben ő egyébként ott lakott a Pándi kastélyben, ahol a leendő anyósa tanítgatt őt a házi asszony, vagy hát az ilyen nemesi vidéki gazdasszonyi teendőkre, viszont ettől függetlenül az anyós nem tervezte, hogy neki átadja a ház kulcsait és vele az ezzel járó felelősséget. És azt mindenképpen tudni kell ezen a ponton Hugonnai Vilmáról, hogy egyfelől egy nagyon nagy intellektussal és elképesztő mennyiségű energiával és tetvágyal született nő volt, tehát hogy neki lételeme volt az, hogy valamit tegyen és hasznossá tegye magát. És még ha mondjuk az az anyós meg is hagyta volna őt a házi szerepkörben, akkor lett volna mondjuk annyi dolga, Nap, hogy nem tudom, átnézi a főkönyveket, ránéz a cselédek körmére, hogy nem-e pazarolnak, átnézi időnként a kamrát, rendesen meg van-e tisztítva az ezüst néha vendégeket fogad, és társalok de nem sokan fordultak meg egyébként a Pándi de nem hinném, hogy ez mondjuk kielégítette volna. De a lényeg, hogy így, ha elképzeljük az ő egy napját a férhez van, utána az úgy, úgy, nézett ki, hogy felkelt, megreggelizett, szeretett volna gyerekével foglalkozni, de általában azt mondták, hogy hagyja a dajkára, megebédelt, teázott, vacsorázott, utána olvasgatott vagy hímezett, olvasásnál elvárták tőle, hogy mondjuk lehetőleg romantikus német szerelmes regényeket olvasom és hogy amúgy megvárta haza a férjét, aki amúgy ment lóversenyre, lóvására, a kaszinóba és nőzni. Tehát csinálta mindezt, amit egyébként jogosnak is elvártnak is tartottak egy korabeli nemesi származású férfitól. És most ezt képzők el, nem egyetlen napra, hanem egy egész hátra lévő életünkben. Hogy minden nap ezt kell csinálni. Egy olyan nőnek, akinek az elételem, hogy hasznosak érezze magát. Egyébként ez nagyon érdekes jelenség, mert én nagyon sok nőnél látom ezt ma, amikor bár nekünk nincs az a kiváltságosságunk, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt, hogy dajkáink vannak, hanem mi ugye foglalkozunk a egy-kettő-három-x év gyes alatt a gyerekeinkkel, de hogy már ebbe a, az úgymond ilyen beszorított, vagy bezárt, bekeretezett időben is, azt látom, hogy egyszerűen egy idő után kevés lesz, és meglepően kevés idő után. Miközben mondjuk nagyon sok nőnél azt látom, hogy amikor meg dolgoznak, akkor arra vágynak, hogy ú, majd úristen, de jó lesz egész nap otthon a gyerekkel, meg sétálunk a parkban, meg meg nem tudom. És hogy egy idő után a nőnek ugyanúgy, uh -huh. a, a nők többségének, Igen. nem mindenkinek, mert látok ellenpéldát is, de hogy a nők többségének jön, hogy akkor valamit csinálni akarok, mert tök jó, hogy ezzel is csinálok valamit, hogy gyereket nevelek, és nem tudom, de hogy valami még bennem van, és ugye én az igen anya uh -huh. kapcsán annyi nőt ismerek meg, és annyi mindenkivel találkozok, és egyszerűen az anyasággal olyan dolgok jönnek ki belőlük, ami, ami... Pff, hol, holnap délig tudnám sorolni, hogy milyen <laughs> ilyen siker sztorik vannak, és akkor pláne, hogyha van egy olyan nő, akiben egyébként megvan, hogy én valamit tenni akarok, és tényleg nem Igen. tud a segínt, csinni, és még azt se tudja, hogy legalább akkor a gyerekével eltöltse az uh -huh. időt. Hát egyébként ez megbolondulás. Egyébként csak egy kis zárójelet kinyitva nekem mindig a, az, a Bennünk élő Istennök című könyv jut eszembe, hogy hogy ugye minden nőben megvan, mindig mind a hét istenő, de mindig mindegyikben, ugye ez, valaki nem ismeri a könyvet, ez szól ott van Persefoni az örök kislány, a feleség típus Héra, a szerető Afrodité, az anya típus Déméter, és hogy mindegyikben, minden nőben megvan mindegyik, de mindenkinek van azért egy ilyen fő uh, irányadó valamie, és nekem ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy annyira tragédia, hogy Ugye nekünk nőkkel annyira szoros kapcsolatunk van a teremtéssel, de ugye a, a teremtés, a kreáció szóból jön a kreativitás, és hogy magának az élet adásnak és a kreációnak és tehát a kreativitásnak annyi más formája van, és nekünk Igen. ezt évezredeken keresztül megmondták, hogy ezt egyféleképpen tudod a méheddel megvalósítani, és ezt így mai napig kell ütnünk, hogy nem más módja is van ennek a fajta teremtésnek, és, és éppen ez, amit mondani, hogy vannak nők, akik teljesen jól el és otthonan akár egy vagy kettő, akárhány gyerekükkel, mert ők ebben találják meg, és valakinek kell ezen kívül más is. Ők nekik szerintem a legnagyobb respekt a részemről, mert ezt most, amit így ma így elvárunk, hogy work-life balance, és bárki, aki ezt mondja, ezt meg tudja valósítani, ezt nem hazudik. Igen. És valakinek meg csak a másfajta teremtés kell, és így annyira fontos lenne, de erre még visszatérünk, hogy ilyen szempontból minden nő választhassa azt az életút, mindenki passzol. Hát Hugo ma nem tudta. Uh -huh. Ugye neki ez egy ilyen alapelvárás volt, hát hogy ő nem akart volna férhez menni gyereket, szülnek, akkor megkérdezték volna, hogy akkor jó, akkor mehet a hogy ha ez a terve. De hogy, hogy visszatérjek, én nekem mi volt egy olyan érzésem, hogy hét évet töltött ebben a tétlenségben, és hogy valahol találtam rá utalás, hogy már a férje gondolkodott rajta hogy már be elviszi orvoshoz valahova Pestre, nem mondjuk nem bezáratni akart egy szanatóriumba, amit még ekkor egyébként meglehetősen könnyű jogi következmények megtehettek megtettek a férfiak. Erről is akarok írni egy cikket egyébként. De néha az az érzésem, hogy ezeknek a tétlen időknek az energiái annyira összegyűltek benne, hogy ez így utána egy egész életében folyt belőle, és így azt mond, mindegy, hogyha bábaként, vagy fű alatt gyógyíthatok, vagy csak publikálhatok, de legalább csinálok valamit. És szerintem ez biztos, hogy, Vitte őt előre ebben a 25 éves küzdelemben. Hogy került ő végül Svájcban? Uh -huh. Ugye Svájcban Európában elsőként megnyitották az egyetemet a nők előtt 1869-ben, és egyébként ez képest egy nagyon érdekes adalék, hogy 1971-ben adták meg a nőknek a szavazójogot Svájcban. Tehát ezt én is soha nem értettem, hogy amúgy, hogy voltak ők 1869-ben euh, emancipáltabbak, mint az 1970-es, alig 50 éve? Tehát ez egy téboly, sőt, volt olyan két félkanton, ahol csak 91-ben adták meg a nőknek a szavazati jogot. Valakit ez érdekel, nagyon gyorsan mondom, hogy ennek ugye az az oka, hogy euh, egy egyetem megnyitásához nem kellett mondjuk olyan törvényhozói döntés, mint mondjuk a szavazati jó módosításához, és ugye ott mindent népszavazással döntenek el, és mondjuk az európai államok többségében felülről egy szűkebb felvilágosult elit kezdeményezésére uh, kezdtek, uh, kezdték beengedni a nőket az egyetemre. Ott meg meg kellett várni, hogy erre a szintre jusson az egész férfi társadalom, ugye, mert csak férfiak szavazhattak a népszavazáson, tehát hogy ez azért volt egy ennyire elnyúló uh, folyamat, ami csak a 60-as évek. Uh, Végén gyorsult fel, ezt csak ezt így el akartam, mert esetleg valaki meglepődhet, hogy Svájc milyen felvilágosult volt fel, a 19. században, hát ezért. És hát amikor uh, uh, Hugonnai Vilma olvasta ezt az újságban, hogy Svájcban már lehet orvosnak tanulni, nőknek is, akkor állítólag így fakadt ki, ah, boldogok, majd az önéletrajzi levél szerint így, a besze, így folytatódik a beszámoló. férjem ezután indulatosan kifakadt, ha oly boldogságnak tartja a tanulást, menjen és tanuljon, én nem állom útját. Kezet rá, szaladtam feléje nyújtva jobbomat, és felcsapott. A magyar ember felcsapása még akkor is, ha az elhamarkodásból vagy indulatból történik, kötelez gondolom, ez lakott mert ez is így félben maradt. Tehát az enyém, hogy ő így, így a férje. Valószínűleg így, ez a, egyébként a, a Szilasi György legnagyobb érdeme, hogy meglátta, hogy ez a nő annyira szenved ebben a környezetben, hogy ő ezt így hajlandó volt megadni, ezt az írásos engedélyt, ami a nem ahhoz kellett így. 20 szévesen, egy, sőt már két gyerek után, hogy, hogy elutazhasson egy másik országba tanulni, sőt ezt az engedélyt még az apjától is el kellett kérni. És, Igen, uh, hát, és azt uh, így, így, így most így aláhúzzuk, <laughs> hogy, hogy, itt a, a, tehát, hogy egy másik országban mehessen tanulni, ahhoz a férjének, meg az apjának Igen. a beleegyez... és beleegyezése el. És hát azt is írta, hogy azért ez egy küzdelem volt, hogy ezt megengedjék, viszont ezt leszögezte mind a két család, hogy anyagilag nem fogják támogatni. Ez mő egyébként a, a visszavonulásokor tett interjúban erről így fogalmaz. Tanulás és első férjem Szilasi György, mert már akkor asszony voltam, engedelmével kimentem a Zürichi Egyetemre. Képzelheti, mennyi küzdködésbe került, még idáig vittem. Akkoriban egy kenyérkereső lehetőség tudományos paja nem csak az arisztokraták, hanem a polgári társadalom is lehetetlen fogalom volt. A sok ellenzésre azután a nővérem oldotta meg a gordiuszi csomót, kimondva a szentenciát. Vilma mindig jó tanuló volt, hát ne kedvét, engedjük tovább tanulni, de ebben ne támogassuk. És hát ő akkor ezt úgy oldotta meg ezt a problémát, hogy a saját ékszereit, a család ékszereket, meg amiket a férjétől kapott az évek során ezeket mind tett, és valószínűleg az a család azért nem gondolt, hogy ő ebből ki fogja húzni hét évig, hogy kifizeti a tandíjat, a könyveket, a szállás, meg az étkezést. Úgyhogy ő egyébként jó módban nőtt fel, és sosem kellett takarékoskodnia. És akkor itt értem, hogy a család az első meglepetés, hogy Fugonnai Vilma egyképesztő takarékos életmódot folytatott, ott kint egyébként, miután megérkezett, és itt van egy olyan érdekesség az életét, illetően, hogy legelőször is a húsrevésről mondott le, mivel, mint hogy annak idején a, egy étrenden belül a hús volt a legdrágább összetevő, és így fedezte fel a, a vegetarianizmus csodáit, és jött rá, hogy a zsíros, nehéz magyar konyha és a sok húsevés és mennyire nem teszi út a szellemi frissességének. Azzal kezdte a kísérletet egyébként, hogy 80 napig csak gyümölcsöt evett, és hogy mondta, hogy jó, lefogyott persze, de hogy az agya annyira élénk és friss volt, hogy a végén az egyik professzor, aki is hirdette ezt az eredményt a katedráról, hogy így is lehet kedves kollégák, aztán a továbbiakban már mondjuk evett tejet, kenyeret, meg sajtotni, de főleg gyümölcs, zöldség, meg magok voltak mondjuk így az étrendi alapja, és ezt mindjárt sem mivel a szobájába, a balánypanzióban, ahol élt, nem, ugye nem tudott főzni, és én egyébként ezzel annyira tudok azonosulni, ha ennyi személyes megjegyzést tehetek, mert én most már lassan másfél éve lettem vegán, és ami engem is elsőre meglepett, az, hogy az agyam, meg a, a szellemi kép, tehát, hogy így ilyen olyan kapacitás növekedés történt az anyamon, hogy így annyival teherbíróbb lettem szellemileg, hogy csak egy pislogtam, hogy mi ez, úgyhogy én nagyon meg tudom uh, érezni, érteni ezt a lelkesedést, ami akkor Hugonnai Vilmán uh, eluralkodott. És milyen durva, hogy még most 2022-ben is még mindig ott tartunk, hogy azért győzködni kell embereket igen. a húsmentes igen. étkezés Vagy legalább ne egy nap, vagy, vagy nehéz. több, egy nap igen. többször, vagy, vagy igen, vagy hogy legalább mondjuk akkor igen. Egy héten többször, több napon ne egyenek húst, mint igen, és akkor ugye pláne, hogy ő egy olyan ö, háztartásba jött, hogy nem naponta, hanem naponta többször került friss húsétel az asztalra. És hát, hogy ez neki mennyire bevált, ez azt is jelzi, hogy úgy kitűnő eredménnyel végezte el az egyetem és soha egy óráról nem hiányzott, de mellett még uszodába járt, csónakozott meg egyszer, be is számol egy ötnapos alpesi túráról, ahova a társnőivel mentek, és egyezzel ezzel a magatartással egyébként nagyon meg előzte a korát, tehát, hogy ez a századfordulónak a Gibson aki biciklizik, túrázik, természetet jár és tanulni is szeret, azért ez még évtizedekre volt, tehát a 1870-es években még, hogyha egy nő még ha mondjuk országom, fel akart volna ülni a vonatra egyedül, még az is így inkább valami férfi rokonnak kellett kísérnie, hogy nehogy rossz hírbe vagy hogyha valakit elengedtek, mondjuk ilyen emlékiratokból olvasok ilyet, akkor akkor oldalas útmutatót mellékelt hozzá a férj vagy az anyuka, hogy kivel álljon szóba, ki hova szabad néznie, nem tudom, hogy viselkedjen. És ezt képest ez a nő meg felült egyedül egy vonatra, mint egy másik országban, egyedül élt jó egy nőkkel teli panzióban, de hogy azt csinálta, amit akart. És hogy ez fantasztikus, és fantasztikus érzés lehetett egyébként neki is. Nekem ez az elhivatottság és ez a kitartás, mert hogy így ezen gondolkoztam, hogy, hogy amikor, tehát hogy érted, ez, ez nem az, hogy hétfőn elkezdesz egy diétát, és más szerdán azt mondod, hogy nagyon nem bírom már izé, hanem ez hét év. Igen. És, és ez csak hét év, amíg a, a diplomáját megszerzés utána még folytatódott igen, tovább. Igen, igen, tehát, hogy ő amúgy egész életére híve lett ennek az étrendnek. De nem is csak az étrend, hanem hanem ez az egész életvitel. Szóval, hogy ő, hogy ő itt hagyott mindent uh -huh. azért, mert hogy neki volt az egész végén egy célja, hogy ő, hogy ő segíteni akar, és gyógyítani akar, és most az, az, az egy szegmense idézőjelben csak, hogy a spórolás miatt, hogy akkor ez az uh -huh. étkezés, de hogy akkor mellette az, hogy nyomta, és egy teljesen idegen helyen is tanult, és a vizsgákra készült, és egy egy idegen nyelven, szóval, hogy... Ja, és sőt, egyébként ugye, hát ő úgy ment ki, hogy azért ma egyetemre érettség után mennek az emberek, és hát neki nem is lehetett volna, de hogy hogy ő úgy ment ki, hogy az, ami mondjuk egy érettségizőnek a birtokában -e tudás, az neki nem volt, tehát neki nem tanítottak kémia, természet, tudományokat, Ilyen. matematikát, latint, ami meg kellett az orvos Tehát, hogy ő azzal kezdte, hogy az iskola, meg az előadások látogatása, mert még eljárt külön órákra, hogy ezeket behozza. Tehát, hogy ő elérje azt az éró szintet, ahonnan ő tud tovább menni. És akkor ugye beszéltük, hogy, hogy őt, hogyha röviden is, de a könyve őt is mindenképp bele kellene rakni, mert hogy azért ne feledkezzünk meg arról, hogy ez alatt a hét év alatt neki itt Magyarországon volt közben egy gyermeke. Egyet ugye elveszített, de volt Igen. egy, aki életben maradt. Tehát, hogy ő addig távol volt a gyermekétől. Igen, ugye öt éves volt a, az szíles György a kisfia, amikor elutazott, és hát ugye kérdés, hogy ő ezért így mennyire, vagy hogyan viselte meg, vagy hogyan kezelte. És én amúgy elolvastam a Kerti Szerzsébeknek volt, ugye így ez a híres, vagy hát az ilyen híres magyar nőket feldolgozó sorot, szóval tán belül a Vilma doktorasszony, ami egy nagyon jó könyv, és nagyon, nagyon örülök, hogy nekem is ajánlották. De abban van -e úgy egy olyan momentum, hogy így nagyon hosszan van leírva, hogy ő mennyit szenvedett a dilemmától, hogy el kellett utaznia, nagyon sokat szenvedett, mindig váratlanul nézre a gyermeke fotójára tanulás közben, is, hogy így hogy ez nagyon ki van hogy ott mennyire megviseltek közben azért is le van írva, van, lehet, hogy ez most már fikció rész, mert nem tudom, hogy erről hogy mennyi minden utalt, hogy mondjuk ez a kisfiú úgy nagyon apás volt, nem volt annyira az anyjára, inkább katonás katonásdít akart, mint hogy az anyja meséljen neki, szóval, hogy annyira nem is volt rá ö, utalva. Szóval nekem egy kicsit az az érzés, hogy Kerszi és Erzsébet itt egy kicsit így mentegeti ezt a szituációt, hogy azért ne higgyük, hogy ez neki olyan könnyű volt meg, stb. De őszintén szólva, én nekem itt volt ez a gondolatom, hogyha ő biztosan szerett és kötődött a gyerekéhez, de ha nem is szenvedte meg a elvállást és a kiltözést, én ezért eszem ágában sincs mondjuk öt megvetésre sújtani, mert azért gondoljunk bele, hogy tényleg 18 évesen szült ezt a gyereket, egy olyan korban, ahol a nőknek semmiféle kontrolljuk nem volt a saját reprodukciós lehetőségeik fölött, mert magyarán akkor szült, amikor őt egy nő férfi teherbejtett, erről beszéltünk egyébként Jane Austen kapcsán is, és hogy ő neki nem volt erre választási lehetősége, és szerintem ő benne egész egyszerűen ő, ha ott marad Magyarországon vagy Pándon, abból előbb-utóbb vagy belebetegszik, beleőrül, bolondak házába zárják, belehal. Szerintem ez az a szituáció, amikor valakiben a túlélő ösztön egész egyszerűen volt az anyai ösztönnél. És van ilyen. Tehát, mm. hogy ezt, ezzel nincsen semmi szörnyűködni való. Le lehet egyébként vonni belőle azt a konzekvenciát, hogy vannak ilyen következményei, hogy egy nő mondjuk úgy szül gyermeket, vagy éppen egy olyan élethelyzetben és korban szül gyermeket, amikor ez mondjuk neki nem dolga vagy nem arra vinne egyébként az útja. Igen, nem mindenkinek az az útja, és nem szabad senkire se ezt ráerőltetni. Igen. Ja, és kérdezted egyébként, emlékszem, hogy ő úgy járt-e haza az egyetem alatt, van -e erre valami? Én egy olyat találtam, hogy egyszer jött haza, ezzel a 7 év alatt, mi alatt ő ezt elvégezte a, az egyetemet az apja temetésére, tehát hogy ő nem látogatott haza szünetekben, vagy ilyesmi, mert ugye ez egy nagyon nagy költség lett volna neki és uh mondjuk -huh. amikor hazajött, akkor már volt ugye a 13 éves a fia, és egyébként arra jött haza, hogy a férje az már teljesen elkártyázta a családi vagyont, és a fiával együtt egy budapesti bérlakásban éltek, vagy hát budapesti lakásban éltek. És a kisebbik gyerekkel mi történt? Ö, valószínűleg akkor betegedett, meg pár hetes volt, amikor Vilma saját apósát, akit elkapta a himlőt, ápolta, úgyhogy valószínűleg akkor kapta a... a a kisebbik fia is a himlőt, aki, aki ebbe, ebbe egyébként meg is halt. Uh -huh. e Ezt ö, erről olvastam egyébként, hogy már ott is ö, az volt, hogy ő volt az egyetlen, aki az apósához hozzányolt, a saját feleségesen. De egyébként valószínűleg azért mert ő volt egyedül volt a himlő ellen, tehát uh -huh. hogy akkor már volt himlő uh -huh. oltás, de még, még nem volt kötelező, de ezután már nem sokkal az lett. És hogy ő volt az egyetlen, aki így uh -huh. ezért tudta ápolni. De egyébként még mire mielőtt még így rátérnénk arra, hogy mi történt a diploma megszerzés után, én még arra gondoltam, hogy egy kicsit így érdemes még egy kicsit jobban körüljárni, hogy miért akkora szó az, hogy egy nő az 1870-es években fogta magát, és elutazott egy másik országba, hogy orvosnak tanuljon, és hogy ehhez itt én megint behoznék egy ilyen kis történelmi kitekintést. Ugyanis ezt hát a 19. században bőven hallhatta egy nő, hogy az ő alapvető rendeltetése, hogy azt nem mondjam, a női principiuma a gyerekszülés és a háztartásvezetés és a családról való gondoskodás. Érdekesség, hogy amúgy ez a 19. század, vagy pontosabban az ipari fordalom, nem volt téma, tehát hogy nyilván így benne volt a közt, hogy ez a nőknek a szerepe. A társadalomban, de nem születtek erre ideológiák, nem hirdették ezt a nézetet orvosok, tudósok, biológusok, antropológusok és mindenki, aki a témához hozzá akar szólni. Ez egy ilyen 19. századi jelenség, hogy a nőnek elsősorban az otthon keretein belül van dolga, és nem a kinti munkavilágában. Ami egyébként egy nagy tévedés, mert ezen a ponton azt is tisztába kell rakni, hogy nem volt újdonság az, hogy Hugonai Vilma dolgozott és pénzt keresett, ugyanis a nők mindig is dolgoztak és kerestek pénzt, csak fele harmada mint a férfiak. És most nem csak arra gondolok, hogy a háztartáson belül végeztek mondjuk olyan kemény fizikai munkát, aki mondjuk aki a farma, élünkből indul, ki nem gondolná, hogy ők ugyanúgy jártak ki mondjuk a, a földekre szántani, vetni, aratni, és nem csak mondjuk a házon belül tevékenykedtek, tehát hogy nagyon kemény fizikai munkát végeztek a háztartáson belül is, hanem hogy pénzkereső tevékenységet is folytattak. Ugye mondjuk ókor, középkor, bármikor voltak olyan időszakok, amikor mondjuk adót pénzben kellett befizetni, pénz kellett bizonyos beszerzésekre, és ilyenkor a családtagok elmentek dolgozni, a nők is. Nők mondjuk, nem tudom, eladták a piacon a házi munkát, a kiházilag készített sajtot elmentek mosónőnek a gazdagabb házakhoz, lányok beálltak napszámosnak aratás idején, és így tovább. Ami egyébként ebben a lényeg, hogy mondjuk azt már Hérodotos is leírta a Munkák és Napok című munkájában, hogy a gazdáknak, a férfi gazdáknak azt javasolja, hogy ha eljön az aratás idő és nincs rabszolga, akkor nőt vegyenek fel, lehetőleg olyat, aminek gyereke van, mert hogy ez töredékébe kerül a férfi napszámos arató munkásnak, és ez így görget tovább így a történelem folyamán, hogy egész egyszerűen a nők folyamatosan a legrosszabbul fizető, legalantasabb munkákra voltak tartva. És ez ellen Soha nem volt kifogása a férfi társadalomnak. De és, nem véletlen. És egyébként igen, Hungonnai Vilma, amikor már praktizáló olvasként magyar diplomájával folyamatosan kénytelen volt nyilvános levelekben vitatkozni olyan politikusokkal és közszereplők, akik újra vissza akarták, ki akarták rugdosni a nőket az iskolapadból, akkor ő egyébként nagyon találóan írta meg az egyik cikkében, ezt idézem, a lélekre és a testre ártalmas munkát sohasem tiltották el az asszonyoknak, csak ami intelligenciát, intelligenciát, követel, és jó létet adhat, azt tartják a férfiak a nőkre ártalmasnak. Tehát, hogy ő ezt is, neki is ez volt az egyik fő indoka, hogy hello, mi miért ne dolgozhatnánk és tanulhatnánk, nektek ti egyszerűen a pozíciótokat féltitek, és az irítség. És ezzel együtt is az ipari forradalom viszont elhozott valami olyan jelenséget, ami azt mondanám, hogy ez a női pénzkereső tevékenységnek a tömegessé válása volt, illetve egy olyan jelenség, ami a nagyvárosokba apai férji felügyelet nélkül özönlő női munkásoknak így a látványa vagy jelensége volt. Tehát ezek a nők, jobbára fiatal lányok, amik férhez nem mentek, pénzt kerestek, egyedül laktak, saját keresetük az övé volt, tehát egy ilyen gazdaságilag önálló független életet kezdtek élni, más kérdés, hogy milyen körülmények között vagy, hogy milyen nyomorban, de, de akkor így a társadalom, legalábbis így a, patriarhális patriarchális elit úgy gondolta, hogy ezzel valamit csinálni kell, tehát hogy azért ez mégiscsak egy veszélyes példa, és ráadásul ennek a Patriarchális létnek volt egy ilyen nagyon erős vágya, hogy itt a francia forradalom, napóleoni háborúk, stb. után itt a 19. századra így rendeződjünk el valami áhított vágyot rendre, ami abban a formában, hogy ők elképzelték, sosem létezett. De hogy ez az az időszak, így a 19. század, mondjuk második harmadától, amikor így Orvosok, tényleg filozófusok, tudósok, biológusok, mindenki elkezdett tanulmányokat, cikkeket, stb. írni arról, hogy a, ez a nőnek, ez az anyaság és a háztartás, hogy hát nem egy fantasztikus csoda, hogy ezzel a nőre képes, és hát ezen kívül, ha ő próbálkozik, akkor ez egy ilyen szörnyű katasztrófához vezet. Ráadásul ez elkezdett egy ilyen nagyon gicses, nagyon képmutató, ilyen nyúlós rózsaszín mást kapni és ilyenek keretén belül már egyébként egy Zsánzsák Ruszú is elkezdett ilyenekről írni, de ilyenekről írtak még a 19. század végén is bőven, hogy ez egy ilyen, kikerült egyébként ebből a vallásos színezetből, hogy most férfi, nő, vagy kinek hol a szerepe, stb., de hogy hogy egy így, így ez a nemzet és a társadalom alapköve az a nő, aki gyereket szül, és gondot visel a férjére, mert hát a férje az odakin dolgozik, és mennyi felelősség nyomja a vállát, és hát ő azzal tud ez a legtöbbet tenni, hogy ezt a férfitő kényezteti. Egyébként valahol ez a nyúlós gicses más, a mai napig küzdünk egyébként, amikor azt így... Akartam mondani, hogy valahogy... Na, igen, a amikor kezdünk megint menni. Igen, amikor olyanokat hallunk, meg nem nevezem most éppen politikusoktól is, hogy így hát a nő legnagyobb ereje, hogy ő mások terhét cipeli, és hát az otthon, hogy az otthont teremti meg, szóval. Le. Szóval ezt még ma is cipeljük magunkkal ezt a csodálatos jelenséget, és hogy valami kézzelfogható példát is adjak arra, hogy mit jelent ez a kicsit ilyen gicses máz, amivel már gyerekkoruktól kezdve le Öntötték a gyereklányokat, hogy azt mondjam. Arra mondjuk elhoztam Kalocsa Rózának az illem ő, ő, egyébként egy illemtan és háztartási ház, és házassági tanácsadókönyv író volt, méghozzá a legnépszerűbb ebben a műfajban, tehát valószínűleg ez a, a korabeli, a 19. századú sorsó 10-15 évében minden háztartásban megfordult ez a könyv. Ha jól emlékszem, 85-ben adták ki, de most nem akarok butosságot mondani. Ennek az előszava így hangzik. Ki melyik nő nem hallaná meg az intő szózatot, hogy veszélyeztetve van nemzetünk élete? Csak ha országunk minden fia és hazánknak minden leánya egyesült erővel hasznos munkásságot gyakorol, ha neki szánt helyet igyekszik méltón betölteni, ha az őt illető kötelességeket híven teljesíti, csak akkor várhatjuk hazánk fölvirágulását, nemzetünk megvagyonosodását, ismétlem országunk boldogulása nagyrészt a nőktől függ, de nem szándékom-e buzdítás által a nőket a természet uralta a helyzetükből kiragadni, sőt ellenkezőleg a boldogságot, amennyiben itt a földön felelhető, csak is a család életben találhatjuk meg ma ugyan már sokféle életpályás és biztos keresett forrás van nyitva a nők számára, de mindezek a pályák kivételes helyzetek csupán. A nő a természet által a család életre van hivatva, se erről bármi okból le kell mondani, a természetellenes helyzetbe jő, mely előbb-utóbb megbosszulja magát. Emellett a nőnél a kedélyérzelmei túlnyomók erősebbek a hidegészszelmítésen, és gyakran irányozzák cselekvését. Gondolom ezzel arra utal, hogy ezért nem tudunk tanulni kedvenc részem, ha már most a teremtő által a nő szívébe oltott család élet iránt való vágyat a nő csak ugyan követi, mi igyekszünk neki megmutatni azokat az eszközöket, hogy miképpen érheti el a boldogságot a legszerényebb körben, a legszerényebb körülmények között is, mi módon lehet férjének, gyermekeinek is, minden hozzátartozójának valódi boldogító angyala, hogyan szolgálhat nemzetének, hazájának a vallásosság, a munkaszeretet és a takarékosság által, szóval hogyan töltheti be méltón is igazán hivatását és most egyébként nem a régi idők fogalmazási stílusára akarok ércelődni, hanem hogy ezt a nagyon tömény, nagyon kizárólagos útkielölésre akartam egy példát mondani, hogy ezt így kell ebben az időszakban elképzelni. És még egy valamit, ha jól vas, ezt annyira megtaláltam, én ezt most már így szeretném mondani, hogy milyen, csak hogy még egy példát mondjuk arról, hogy milyen szerepet vártak el akkoriban egy nőktől. Nem azt, hogy jelentkezzen, hogy Helloi orvosi karra akarok menni. Ö, ezzel fordul például az ifjú feleség iránt, hogy hogyan viselkedjen a férjével szemben. Igyekezzi el férjed irán önzetlen hű és igaz szerelemmel viseltetni saját kívánságaidat, vágyaidat némítsd el, ha azok férjed óhajtásaival ellenkeznének. Mondj le saját kényelmedről, hogy neki szerezhess kényelmet nélkülöz az új jó ér. Ha nincs elég pénzed annyi hús, hogy mindkettőtöknek jusson, akkor hozz csupán az ő számára, akinek nehéz munkája következtében tap, tála, táplálóbb ebédre van szükségre, mint neked, ha mindjárt még várnod is kellene az új ruhára vagy kalapra, amit megkívántál. Maradj mindig szerény és kevéssel elégedett. Ne vágy olyanokra, melyekről tudod, hogy férjednek nagy áldozatába kerülne azt megszerezni. Ne terheldő törökös panaszaiddal, kivált, ha látod, hogy azokon a bajokon ő nem segíthet. Ne követelj mindig dicséretet és elismerést olyanokért, amit úgy is kötelességed elvégezni, és egyszer másszor elégedetlenségnek is ad kifejezést a férjed, az ne roncs el a te kedvedet, folytsd el a kedvetlen érzést magadban, és maradj nyájas, készséges. És áll is be, megad a sorokba, és bájosan mosolyog. Igen, igen gyakorlatilag. Igen, igen, De tudod, igen. hogy mi jutott ezzel kapcsolatban a szembe? Hogy 20 évvel ezelőtt a kamaszlányok kézikönyve, vagy nem tudom? Oh, ugyan egyébként ez. nem sokkal változott, nem, nem, mert ha én 20 évvel ezelőtt a kamaszlányok kézikönyvében nem olvastam azt, hogy egyébként te menjél is tanulj, mert by the way bármi lehet belőled, amit akarsz, hanem még 20 évvel ezelőtt még ab, abba a könyvbe is azt olvastam, hogy te tanulj meg főzni, így igen. kitakarítani a házat meg Megizé, megfoltozni az inget, meg gombot föl meg nem tudom, mert hogy így. Igen. Hát az éig ez vagy te. De egyébként ma is, amikor nem tudom, kisfiúktól simán el, nem is tudom, elvárjuk szinte, hogy legyenek rendetlenek, és mindent, és egy kislány, meg megszinunk, mert a kislányok nem jönnek, és ők tudnak vigyázni. Meg nem Igen. tudom, meg amikor kollektíven akarjuk visszaküldeni most a nőket, betegápolónak a család mellé, meg idős gondozónak, meg amikor nem tudom. Tényleg csak olyan mondatok forognak össze, egy-egy családban, hogy vagy nők mondják saját magukról, hogy de nem akarok panaszkodni, mert na ezért nem akarok panaszkodni, mert ezt így ennyire mélyen belénk nevelték. És egyébként az, hogy most például, hogy ugye, amit mondtál, hogy 20 évvel sem írták könyvek, hogy mire vagyunk képesek, ezt sem a, csak a tanácsadó és háztartás és a féle könyvek mondták ki, de például eb ekkoriban Madács Imre az akadémiai székfoglalójában is azt mondta, a nő korábban fejlődik, de teljes férfiú érettségre sohasem jut. Könnyebben felfog és tanul, de teremtő géniusz hiányával az emberek irányadó szellemei közé nem emelkedhetik, a művészetet és a tudományt előre nem viszi. Na most ezzel csak az egyik probléma, hogy még mindig úgy hangzik, mint hogyha, nem tudom, ma is hallhatnánk valahonnan szinte ezt a mondatot. De a másik, vagy ezt, hogy ezt egy Madácsi mondta. És nekem egy másik nagy vezető paripám, és én gondolkozom, hogy erről írok, nem tudom, külön cikket, tanulmányt, bármit, hogy így azokról a férfiakról, hogy ők így, akik az, tényleg az irányadó gondolkodói voltak a letűnt koroknak, hogy ők mit mondtak, vagy gondoltak a nőkről, nem tudjuk maradtak fönt források, de ezt nem tanuljuk az iskolában. Tehát amikor tanulunk egy Platonról, vagy egy Alisztaterészről, az önőgyülő gondolataik azok kimaradnak, ahogy a Szent Ágostonnál, vagy egy Szent Tamásnál, vagy egy Jean-Jacques Ruszlónál, vagy egy Madácsnál is pedig fennmaradt, azt hiszem Ruszlóról pont beszéltünk a Génon Szenkany kapcsán, hogy ők ezeket kimondták, így gondolták, és ezzel igenis hatással voltak az egész társadalomon, is ezek valahogy nekem nem rémlenek történelem óráról. Vagy, hogy térjünk vissza a hugonnai Vilmára, itt van éppenséggel Trefort Ágoston, másik új kedvencem, az, aki akkor volt vallás és közoktatásügyi miniszter, amikor hugonnai Vilma visszajött Svájcból, és az ő nevét egyébként nagyjából minden ki ismeri, vagy legalábbis Budapesten hallottuk, a ha máshonnan nem a Trefort gyakorló gimnáziumról aki kicsit jobban ismeri, vagy utána néz, akkor egyből azt lehet mondjuk a Wikipédián, hogy egy 19. századi magyar közoktatás reformere, megújítója tényleg nagyon nagy dolgokat tett le a középfokú és a szak, szakoktatás terén, hozzá kell tenni, hogy fiú oktatás terén, mert azután, hogy mondjuk Hugonnai Vilma, aki egyébként családi nexusban állt, vagy barátságban állt a, a, a miniszterrel, nem gondolta volna, hogy egy ilyen kerékkötő lesz az ügyének, tehát, hogy hugonai Vilma miután beadta a honosítási kéremet, ezt a hazai orvosi kar egyébként az egyetemen jóvá hagyta, jött volna ugye a miniszter úr, aki a Hugonnai Vilma leírása alapján ezen a személyes találkozón ezt mondta, a nők felforgatnák az államot, ha tudományos téren egyenjugós hítanánk őket a férfiakkal. És akkor erre egyébként Vilma roppant talpra esettem visszakérdezett, hogy micsoda alapokon nyugszik az az állam, amelyet egy-néhány intelligens nő felforgathatna, szégyelném, ha ilyen államnak volnék a gyermeke. De a lényeg, hogy ezt egy trefortágostól mondta, akit ma reformernek tartunk, és akiről iskola van elnevezve, még mondjuk egy Lassis Gyuráról, aki egyébként tényleg, utána tényleg lehetővé tette, hogy nők járnak egyetemre, nincsen. Ha valamelyik hallgató tud Vlasis Lassis Gyula iskoláról, akkor ö, kérem szóljon, én egy utcát találtam róla Budapesten. Már várom egyébként, hogy mikor kapjuk meg a, a férfi gyűlölő feminista műsor ö, címet, miközben nem erről van szó, tehát hogy nem ez a célunk, nem ö, utáljuk a férfiakat. Van pár, aki mondjuk nem a kedvenceink, de hogy alapjában nem ezzel van a problémánk, meg nem az a célunk, de hogy azért ezt, ezt muszáj korhűen, meg mondja, úgy mi bemutatni, történt. hogy mi történt. Igen. igen. tehát hogy ezzel nekem, hogyha még annyi, annyi hogy mondjam, kommentet ezt tettek, én is azért foglalkozom nőtörténelmel, nem azért, hogy most férfiak gyűlö, elleni gyűlöletre úszítsak, de ahogy egy egyéni ember, ha van valamilyen problémája, szorongása és a frusztráció, valami nem, oké az életében, akkor elmegy terápiájára, ahol arról beszélnek, hogy mi történt a múltban. És hogyha meg akarjuk érteni, hogy miért így élünk ma, hogy mi a baj a társadalmunk, mi a baj a nőkkel, azzal, ahogy ők a saját nőiségüket megélik, ahhoz vissza kell menni és meg kell nézni, mi történt, és ki kell rángatni az igazságot az ilyen, ilyen gicses mázak alól, meg egyébként, meg egy nagyon sok elhallgatott dolgot is. Amúgy. Igen. Úgyhogy, úgyhogy, ez igazából, én is azért tartom ezt fontosnak, hogy ezt felvázoljuk, hogy mert, mert az, hogy ő egyébként elsőként lett orvosnő, ez így nem fedi azt, hogy ő neki amúgy milyen, milyen nagyon vastag ideológiai gátat kellett ehhez áttörnie. Igen, és egyébként, hogyha belegondolsz, ez is, ez, hogy most milyen jól hangzik, hogy Hugonnai Vilma az első magyar női orvosnő. Ebben az egészben is a, a a, a magyar szó most száz évvel kiemelendő, uh -huh. akkor akkor kisegített neki, hogy ez Igen. igazán egy magyar érdem lehessen. Igen, ez olyan, mint amikor mindig olyan büszkék vagyunk a magyar Nobel-díjasokra, akinek a nagy része nem is itt hontanú vagy értel el egyébként a nobel mert nem becsülték meg érte. Igen. És, hogy És ez az is ugye egy ilyen fogonaihoz visszatérve, ő, ő neki is tessék, látszik, 7 évet tanult kint, mert itthon nem tudott. Igen, és aztán hiába <laughs> szerezte meg a diplomáját, egy elég hosszú kálvárja vette kezdetét. Ott tartunk, hogy szerette volna ezt a Svájcban megszerzett diplomát honosítani, nem sikerül neki, és akkor? Igen, és akkor itt jött még egyébként Trefort azzal a kifogással, vagy hát a korabeli szabályok, hogy hát nem lehet, ugye, mert nincsen érettség, érettség, nem lehet diplomát kapni, pont akkoriban egyébként teszik lehetővé, hogy lányok leérettségizhessenek fiú gimnáziumba, erről ők nagy nehezen fél év alatt kap egy engedélyt, és elmegy, ahol egyébként valahol nagyon megalázóan bántak vele, és akkor utána visszament, és akkor azt mondta a Trefort, hogy nem, még mindig nem lehet, és ö, azt javasolta neki, közt és meg hogy nagyon akar gyógyítani, akkor végezz el a bába képző tanfolyamot, és akkor utána nőkkel legalább így foglalkozhat. És ezt akkor jobb ilyen uh, Hugonnai Vilma elfogadta, elment a bába képző uh, tanfolyamra, és talán egy pár hónapos tanfolyam lehetett a diplomájával, és majd itt megint jön még azért egy kis idézet, hogy uh, ott az oktatója Taufer Vilmos volt, a hazai nőgyógyászata, a megreformálója egyébként, aki nagyon szuper dolgokat hozott be a magyar nőgyógyászatba Nagyon sok nőnek az életét és gyereknek a ment, életét mentette meg, benne egészen biztos vagyok. De például az ő egyik könyvében is találkoztam egy ilyen meglehetősen érdekes nőkre vonatkozó mondattal, vagy hát idézettel napjainkban, amikor még vita tárgya, hogy vajon felvilágosítsuk-e a növendék ifjúságot a nemi élet misztériumai felől, szomorúan tapasztalhatja a szakember a hipokrízist, hogy ártatlannak tartott, idézőjel, ifjú hölgyeink közül sokan azzal a szörnyű kikötéssel mennek bele a házasságba, hogy bizonyos ideig nem akarnak terhes állapotba jutni igazán szörnyűség. Az indítók pedig csak ritkában az anyaságtól való félelem. Legtöbbször sajnos csak a vétkes hiúság, mely a terhesség külső jeleit prehorreszkálja, valaki esetleg írja be nekünk, hogy mit jelent ez, avagy az élvezett hajházat, az asszony léttel együtt járó szab nagyobb szabadság utáni vágy, a világban való szereplés öröme az, ami az ifjú nőket a sokszor végzetes kikötésre bírja. Túlmennék a tankönyv a megszabott határokon, ha eltéve érnék ennek erkölcsi vonatkozásainak a boncolgotásában, de mégis legalább annyit röviden ezek, hogy én részemről bűnnek minősítem a nőnek, így megnyilvánuló erkölcsi fogyatkozását, melynek feltárásával a férfi szem előtt legszebb hímporát önmaga törlire magáról, és óva inte ellenem, mert meggyőződésem, hogy épp a legértékesebb, a legmagasabb erkölcsi nivon álló férfiak között találkozik a legtöbb olyan, találtatik a legtöbb olyan, kinek szemében az ilyen gondolkozást eláruló nő önmagát alázza le és leszáll a szerelem eszményi oda, ahol a férfi azelőtt a megfizetett szeretőt, az ágyas látta mélyen maga alatt. Szóval ezt itt még egy ilyen uh, kitételnek meg akartam mondani, hogy egyébként a nők iránt is nagyon sokat tevő férfiak is tudtak így gondolkodni. Minden esetre azt el kell mondani, hogy Tauferművésben volt annyi kollegiális becsület, és, uh, most nem mondjak jó fejség, hogy nem kérte Hugonai Vilmától le a lediplomázó doktornőtől, hogy bejárjon ezekre az előadásokra, hanem egyszerűen átadta neki az oklevet, amikor letelt az idő, és hogy mit érzett Hugonai Vilma ekkor. Sosem fogom elfelejteni ezt a keserűséget, ezt a megalázó érzetet, ami elfogott, mikor a bába, diplomát, bába diploma kezemben volt. Két hétig nem mertem a lakásomról kilépni, nem mertem a tükörben nézni, a szégyenérzettől, csak minden az első szülészeti esethez hívtak. Úgy azon hónap egyik és idején, enyhült meg némileg keserűségem. És most azt kérdezem, miért keserített el oly mértékben ez a bábadiploma? Vajon nem eléggé fontos -e a bába működés életünk legfajdalmasabb órái alatt? Nem válaszol egyébként ebben az életrajzirevélben erre a kérdésre. Úgyhogy csak nagyon gyorsan elmondom, hogy mi volt a probléma az időben a bábákkal. Tehát a bábák nagyon-nagyon hosszú ideig egy megbecsült rétegét képezték a társadalomnak még a középkorban is. Bejött egyrészt ugye ez a probléma a boszorkány üldözések idején, hogy nagyon sok hát ilyen város szélén élő okos füvesasszonyt, akit általában hívtak szülésekhez, gyanúsítottak meg például boszorkánysággal, tehát hogy valahol a bába szerep kriminalizálása az itt kezdődött el, és még a 19. Század, 19. századi, 19. iratokban is nagyon gyakran kerül elő az angyal csináló a bába, a nem tudom, a piszkos kezű parasztasszony képében, aki ilyen aljas dolgokat művel, tehát, hogy ez így egy kicsit össze volt mosva pár dologgal, másrészt, hogy bábának például 40 feletti nők vagy özvegyek mehettek, tehát a társadalmat mm. egy kicsit mindig ilyen különcnek mm. tartott ilyen kilógó női elemek, illetve, hogy a, valahol a 18. század táján történt egy olyan változás, hogy a férfiak megjelentek a szülőszobában, mert mint a férfi orvosok, egészen addig tökéletesen a bábákra hagyták, hogy az ő Taluk felhalmozott tapasztalat és tudással egy szülés levezessenek, csak hogy egyre többen engedhette meg mondjuk Európában, hogy orvost alkalmazzon, ahogy az orvosi pálya egy külön hivatás lett, és ezen belül a nőgyógyászatot is elkezdték elismerni, mint presztízsel és nem más le pénzzel járó <laughs> hivatást, úgy jelentek meg a férfi orvosok. Ami egyébként nem azt jelenti, hogy mondj, általában egyébként férfi orvosi is szüléshez akkor hívtak ha valamilyen komplikációkat, de viszont ezáltal a bába az egy ilyen kisegítő szerepre jutott vissza, és egyébként Hóna Vilma ma fel is tette ezt a kérdést hogy tudja maga mi a dolga a bábának, hogy elvágja kördögzinost, és tisztán tartja a gyereket, meg a kismamát. Tehát, hogy ő ezt akarja, hogy a diplomámmal. És Trafort egyébként még felajánlotta, hogy egyébként ilyen magyarosan oldjuk meg ügyesben a dolgot, hogy nem érdekes, kezdjen el praktizálni, gyógyítson betegeket, nem fogunk kimenni ellenőrzésre, ő csak azt nem akarja, hogy precedens legyen a dologból. És erre egyébként Fogonnai Vilma azt mondta, hogy kösz, nem. Tehát, hogy vagy nyilvánosan elismertek, hogy ez egy érvényes diploma, és én tudok gyógyítani, tehát, hogy ő egy kicsit ez a nem adunk hátra embert mentalitással, ő ezt az utat végig taposta az összes nőnek egyébként, és ez az, amit mondtál, hogy mindenki hálás lehet azért, hogy ő ezt így nem, nem fogadta el, ezt a susi-musi megoldást, hanem ő hanem ezt kitaposta, hogy a nőknek is legyen, igen, joga diplomához és azzal a diplomával praktizálni. Hozzátartozik amúgy a a teljes képhez, hogy amikor ő kirakta a Hugonnai Vilmabába táblát, vagy cégért a, a lakása ajtra, mert hogy egyébként ő keresett pénzt, mert a nemesi, elszegényedett férje nem volt hajlandó munkába állni, akkor azért hamar elterjedt, hogy ő máshoz is ért, és elkezdtek hozzájárni, mm -hmm. de még fő körökből is néha csak kíváncsiságból, tehát ő tényleg tudott ő, gyógyítani. De hogy visszatérünk erre a bizonyos férbe, aki most itt bejött a képbe, ők, amikor nem sokkal azután, hogy ő elkezdett bábaként praktizálni, elvált tőle, ugyanis akkor a polgári jog szerint már el lehetett válni, és pár évvel később megismerkedett Varta Vincével, aki egy kémikus vegyész volt, leginkább arról ismerjük egyébként, hogy a, a herendi gyár számára ő találta fel az eozinvázat, tehát hogy egy szellemileg is mindenképpen a partneri szinten állt akit úgy is kezelt, és ezt úgy szoktuk találni, hogy Vilma mellette találta meg a boldogságot, és hogy ez egy nagyon jó együttműködésen alapú házasság volt, és akkor majd itt lehet, hogy tényleg rám fogják a liberális feministát, aki mindenben talál valami hibát, de egy pici hímsovinizmust én azért találtam ebben a történetben, ugyanis e ebb, fölött minden életrajz annyira könnyen elsőklik, hogy amúgy azért hagyta abba a praktizálást akkor bábaként, mert a férje cikinek találta tehát, hogy ez kínos, hogy az ő felesége bábaként praktizált, tehát akkor erről lemondott, és utána éveken keresztül publikált orvosi témákban, illetve a nőnevelésben vett részt, tehát nő jogi kérdésekben írt egy nagyon erős hangvetelű vélemény nőnevelő egyletekhez járt ingyen tanítani, hat éven keresztül ö, például, és ö, Barta amúgy, amikor ugye 1895-ben lehetővé tették, hogy a jogi, or nem, bocsánat, orvosi, gyógyszerész és bölcsőszakokra nők is beiratkozzanak, akkor elkezdte pártolni a honosítatást, tehát, hogy az ő biztatására ment el, akkor Hugonai Vilma ugye ezt a harcot kezdje, de ő ezt csak presztisből akarta valójában, azt, hogy a felesége elkezdjen praktizálni, ugye akkor azért már közel voltam, hogy Hugonai Vilma az 50-hez, ezt ő nem akarta engedni, de azért Hugonnai elment, újra tették vele a szigorlatokat, ahogy azt már említettük, itt szintén a férfi kollégák javára jelent, hogy a legtöbb a baráti beszélgetést folytatott vele a szigorlatok alatt, és hogy Varta meggondolta magát, az is egy ilyen érdekes kis szösszenetet találtam szintén ebben az önéletrajzi levében, hogy ez lehet, hogy magának Ferenc Józsefnek köszönhető. Ugyanis ezt írta Hugonnai Vilma, 1896-97-ben jó uram a műegyetem rektora volt, és mint ilyen hivatalos volt ő feleségével együtt, ő felesége Budán tartott ebédjére és estéjére. A feleség, ő, tehát mondtam néha ilyen más szemében ír magáról, nem mehetett szigorlatai miatt, férje azonban megjelent, és ő felesége figyelme mindenre kiterjedvén kérdezte távol maradásom okát. A férj kimentett. Majd meg vasárnap hazajövén nevetve mondja, őfessége azt mondta, örülök, hogy a grófni az első magyar orvosnő, de ugye praktizálni is fog, mert a tudománynak csak akkor van becseha, azt értékesítik is. De nagyon örültem, szerettem volna őfesség előtt reborulni, hogy ezt megköszönjem. Férjem, ugyanis a nosztrifikálást, ez a honosítatást megkövetelted, a praktizálást mindeddig megengedni vonakodott. Most már csak azt kötötte ki, hogy éjjel nem menjek helyekhez. És aztán írja, hogy ez egyébként ez a legelső alkalom, dölt meg, amikor egy munkás ember kopogott éjszaka az ajtaján, hogy a gyereke haldoklik, mm. és akkor ott a férje jött, hogy jó, menjen, menjen, vigye mindent, amire szüksége van, és akkor onnantól vagy ő kísért el, vagy cselédet adott mm. mellé. Tehát ezért végső, végére azért egy tényleg egy nagyon támogató társ lett mm -hmm. Varta vincéből, vincéből minden térem, illetve még Hugonnai Vilma azt is mondta egyébként róla, hogy házasságunk nagyon harmonikus volt, 27 év volt, egyetlen vitájuk volt arról, hogy vajon 1900. január 1-ével kezdődik-e a 20. század? Ezt még el akartam mondani, ez olyan aranyos. Ez aranyos. De azért milyen jó, hogy azért minden történetünkben van egy felvilágosult férfi, nem túl sok, csak Igen. egy, de, de már az az egy is elég, hogy egy kicsit azt a mondjuk olyan, mint egy társas játéktat, hogy hugonnai Vilma lép hozzáhegye. egyet előre, és akkor a jön egy treffort, és akkor mondja, hogy akkor két lépést hátra is, hogy azért mindig van egy valaki, aki, aki Igen, azért végül is igen, a Taufer is is segítette maga, mondja meg a férje is, úgyhogy igen, ez, ez igen. Az. Csak, hogy ne, ne, ne kapjuk csak meg azt, hogy, hogy mindenki igen. rossz hűlben a történetben. <laughs> igen. És hát végül így, amikor így sikerült honosítani a diplomát, sikerült egy nagyon szép praxist vinja, évi 2000 beteget fogadott, ami mondjuk férfi orvosoknál is, hoz képest is egy nagyon kiugró a magas szem. Úgyhogy ilyen módon végül is a, a története ö, szép ö, véget ért. Ö, a lánya, mert hogy egyébként született Varta Vincétől egy lánya, már 40, 41 éves volt azt hiszem akkor, az egy kicsit szomorú történet, ugyanis ez a lány szintén TBC-ben halt meg, ha jól emlékszem a széveiben Viszont róla már írt többet, hogy mennyire örül, hogy mennyit tudott neki segíteni, meg hogy milyen sok időt töltött bele, akár a betegágyán van, az azon kívül. Tehát ez is egy tök jó példa, hogy amikor eljött az ideje, és őne, ő is egy olyan életszakaszban volt, hogy tudjon kapcsolódni. Jobban mondjuk az anyaságához, akkor akkor ez is egy ilyen szép történet lett. Ah, egyébként az ez érdekes, ezt még hagyd mondjam el, mert no. ezen is gondolkoztam, hogy hogy nekem az... Én középső gyerekkőcem, az Emma, ő, amikor voltunk ö, vele bent, ő nagyon sokáig utána eljátszotta azt a uh -huh. történetet, ami ott vele történt. És ö, és neki például ö, a mindennapjainak a része, hogy hogy akkor olyan szerepjátékozunk, hogy akkor ő az anyuka, vagy vagy én vagyok az anyuka, és akkor ő a doktornél, és akkor jó, akkor van beteg a családba, és akkor segítsek meggyógyítani, hogy, hogy valahogy így látok nála egy egy ilyen visszatérő motívumot erre az egész gyógyulásra, hogy ott volt az édesanyja, akit látott, hogy valaki most tök mindegy, hogy férfi, nő, de hogy jött egy orvos, aki próbálta Igen. megmenteni, nem segített. Vagy vaj, próbálta, nem meg, 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 próbálta megmenteni, nem sikerült. Akkor utána volt a gyermeke, aki szintén beteg volt, nem sikerült. És hogy, hogy én meg kicsit azt is érzem, hogy és aztán utána a végén meg ott volt a lánya is, akit végül tudott ápolni, és már szakemberként amennyire, meg amennyit tudod, de tudod segíteni, és hogy, hogy én látok ebben az egészben egy ilyen ilyen motivumot ö, ezzel az egész gyógyítással uh -huh. ö, kapcsolatosan. Hát abszolút, meg egyébként a férjét is, tehát ebben az interjúban azt írta, hogy azért is nem teljesen van újsza, de csökkenti a betegei számot, hogy a férjét tudja ápolni, meg hát ő, neki voltak ugye főúri ügyfelei, de nagyon sok szegény betege is volt, és tőlük nem fogadott el pénzt sosem. Uh -huh. Úgyhogy ő tényleg egy hivatásos gyógyító Igen. volt. De és ahogy, amikor, a, amikor így beszéltél az elején arról, hogy, hogy már hogy tényleg, tehát, hogy ezt ez, 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 muszáj kiemelni, hogy itt nem arról van szó, hogy két hónapig, vagy fél évig, vagy egy év, két évig, hanem hanem itt 25 év iszonyat kemény munkája. Szóval, hogy, hogy, hogy én azért kicsit hiszem is az hogy ezek, hogy ez a sok személyes érintettség is vitte, vitte őt előre ezen, a, ezen uh -huh. a hihetetlenül nehéz úton. És hogy, hogy egyébként kicsit ezt látom a nőknél, tudod, hogy, és ezért nem tartom sok esetben fernek a fizetési különbségeket, uh -huh. mert hogy, hogy ott van egy férfi meg egy nő ugyanabban a pozícióban, és hogy így, hogy egy nő annyira magáévá tud le, tenni egy feladatot, és annyira egész más, hogy tényleg szívét, lelkét beleadva, még, még nagyon sok férfinál meg közben így azt látom, hogy igen, az egy megoldandó feladat, uh -huh. egy munka, fölveszem érte a pénzt, és akkor, hogy így érted, igen, értem. leteszi És hogy na, nem akarom tovább ö, ecsetelni, de hogy érted. Hogy abszolút, megmondom. abszolút, igen, 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 igen. Úgyhogy ezért is ugye a bérkülönbségek is még mindig téma is akárki akármit mond, ez így nem normális, és nem fel, is, ezért se szabad feladni nem. a harcot. Nem. És ráadásul, ugye ezt is hallottam, hogy ráadásul korának az egyik leges legjobb orvosa volt. Igen, és tehát hogy nem is, is Mőt mondok, hanem orvosa Igen. volt. Abszolút. És mert uh, általában a konklúziót te szoktad leszűrni. Én uh, Nekem volt még egy gondolatom, hogy az egész kapcsán, amit szeretnék elmondani, ugyanis ahogy így bújtam ezeket a régi újságcikkeket, amit én annyira örülök, hogy az Arkánóban egyébként most a kocsik reklámot nekik is csinálok, digitalizálták, hogy én ilyen sok korabeli cikket olvastam már ugye a 95-ös döntés után is, az egyetemek megnyitása után is, meg abban az időben is, amikor ugye ilyen folytak viták arról, meg képviselők sok mindenki, fejtették ki a véleményét, hogy miért nem valók a nők egyetemre, tehát hogy ezek között is ugye voltak olyan indokok, hogy gyengék fizikailag, meg menstruálnak, hogy tudnának ők bejárni, ha ez egyszerűen annyira tönkreteszi a testüket, meg hmm. nem tudom. Egyébként most erre nem tértünk ide az orvos nők esetében például az, hogy hogy lehetnének ők orvosok, hát elájulnak egy mesterem férfi láblá, látványától, meg hogy vagy fordít, vagy persze majd a férfiak azért járnak oda, hogy a nők tapizzák őket, uh -huh. és hogy ha. de az egyik leg... Gyakrabban hangoztatott e, e, érv a nők iskolázás és munkavárása ellen az volt, hogy meg fognak undorodni a gyerekszüléstől és a háztartás vezetéstől, és mi lesz akkor a társadalommal. És például egy Kmäti Károly nevű férfi, a képviselőzben egyébként a jogi kar dékánya volt, egyenesen női szörnyetegeknek definiált az egyetemére járó nőket, és ennek kapcsán találtam egy olyan ellenválaszra, amit az egyetemre járó nők fogalmaztak meg ellenvéleményként, és ebben ők ezt írják le, mert ha a gyári munkásnő házi dolgait elvégezheti úgy is, ha naponta 10 órát dolgozik a gyárban, miért is ne tudna elvégezni ugyanazt a házi dolgot napi 8-10 óra szellemi foglalkozás mellett a másik nő? A túlságos fizikai munka nem ártata inkább a gyöngébb szervezetnek, mint a szellemi foglalkozásra párosult szakszerűen végzett munka. Nem tudja talán szeretni családját, s a férjhez megy házi dolgait, főzés sütés gyermekei ápolását elhanyagolja? Ellenkezőleg gyermekének gondos ápolója, urának hűtása, családjának védőangyala nem lehet a nő, a szellemi tehetség hiával arra elég példát mutatnak nagyasszonyaink. És Fuganai Vilma is mondott egy ilyet. Egy interjúban, hogy én mindig össze tudtam egyeztetni a nő családi állását és az anyaságot a külső munkálkodással. Jó beosztással, kitűnő programmal a házi hogy mindig igazolhatja a dolgozó asszony életre valóságát, és így valóban még az örökös is kedvenc okadatollás sem gátolhatja meg a férfiakat abban, hogy minket jogaink eléréséhez segítsenek. Tehát, hogy volt egy olyan diskurzus ebben az időben, amikor a nők nyilván jobb hiány, azzal akarták megindokolni az ő jogukat a tanuláshoz és a munkához, hogy ők bebizonyítják, hogy ők emellett is meg fognak csinálni otthon ugyanúgy, mint eddig. Na most konkrétan ez az, amit még mindig nyögök. Ezt akartam mondani, hogy ma is minden nap bizonyítjuk, Igen, hogy megy nekünk minden A Második, is. harmadik, műszak, stb. Na és ha van olyan, hogy mi a következő lépés abban a mondjuk úgy küzdelemben, vagy azon az úton, amerre Hugonnai Vilma elindult, akkor az az, hogy ez a része is megváltozom, hogy ez nő kis nagyon fontos, hogy a nők is átírják a saját is és a férfiak, és úgy egyáltalán mindenki ezt kell társadalmi szinten, hogy ezt lehet, és a nőknek joga is van másként csinálni. És ez, de ehhez nyilván egy gyökeres átalakulás kell a gondolni, például, hogy valami olyan konszenzus a férfiak és nők között, ami mondjuk a nőket megszólítja ettől a sztereotípiától, de hát, hogy ő, ő, ő is, úgyis te értesz hozzá, meg, hát, úgyis te értesz jobban a pelenkedéshez, úgyis te értesz jobban a takarításhoz. Tehát ez egy nagyon sokrétű dolog, amit amit itt fel kell fejteni, de egyébként, hogy ez egyszerűbben menjen, ehhez az is szükséges, szerintem, hogy a nőket ne taszigáljuk egyszerűen olyan szerepek felvállása felé, ami nem passzol az ő személyiségükhöz, vagy a személyes vágyaikhoz, vagy csak éppen az az adott korhoz is lehet, amiben vannak. Ergo mindenki döntese, hogy anya akar lenni, karriert akar, mind a kettőt egyszerre. Igen. És mindenki hagyjon békén mindenkit a saját döntésével. Igen. Csak tudod, amíg most kicsit az jutott eszembe, hogy amíg nem a dolgozó nőtől félünk, hanem az okos nőtől. Ne. Igen. Mert egy kicsit én, én, ezt is érzem ebbe az egészben, hogy itt, itt, nem a dolgozó nőtől való félés van, hanem attól, hogy majd a nő okosabb lesz. Igen, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha az összes férfi olyan egészséges önbecsüléssel és önértékeléssel bírna ezen a világon, hogy nem féljenek től. Isten bizony segítek nekik, ha ez kell. Tehát, hogy én, 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 én egyébként valami egyébként a férfiaknak is van szüksége bátorításra, meg arra, hogy növeljük az önbecsüléseket, és lehet, hogy mindünk meg ezzel ott azt tudunk a legtöbbet tenni, hogy segítsük, hogy őket vissza a saját hogy akkor majd nem féltik az önbecsüléseket az okos nőktől. Úgyhogy ez is egy, ez is egy lehetőség, de amúgy nagyon büszke vagyok munkra, mert rozíten nem sírtál, én pedig nem káromkodtam <laughs> az adás alatt, vagy a felvétel alatt. Igen. Két hét múlva folytatjuk? Hát szerintem igen. <gül> <gül> és kivel fogjuk folytatni, eláruljuk, hogy legyen meglepetés? Ö, szerintem elárulhatjuk. elbe lesz az, akiről a nemrég elég népszerű Dánlány szími film is készült. Nagyon-nagyon-nagyon izgalmas adás lesz, és nagyon szépen köszönjük, hogy most is velünk tartottatok. És... Köszönjük neked már, már, nem is ismétlen mindig van, <laughs> pedig neked is nagyon-nagyon köszönöm, hogy Köszönöm neked is, osz. és keressétek a micsoda anyák voltakot. Így van. Az előjegyzési linkem. <laughs> <laughs> Köszönjük, sziasztok! Sziasztok! Ez a műsor nem jöhetett volna létre támogatónk az Avon Magyarország nélkül, akik a szépség erejével segítik a nőket világszerte, hogy legyőzzék a mindennapok kihívásait, és a legjobbat hozhassák ki magukból, saját szabályaik szerint.